Elég az ajánlásokból, konkrét intézkedéseket várunk a kizsákmányoló bankok ellen. Többen kiszálltak a törlesztési moratóriumból, hozzávetőlegesen 13%-uk jelezte a hosszabbításra jogosult ügyfélkörből, hogy továbbra is élne a hitelmoratórium adta lehetőségekkel. Nem elég, hogy a kormány valódi törlesztési moratórium helyett a nemzetet kiszipolyozó bankok javára hozta meg döntését a kamatfelszámítással kapcsolatban, ami ellen a Mi Hazánk mozgalom többször is felszólalt és kamatmentes hitelmoratóriumot követelt. Ezzel párhuzamosan pedig a Magyar Nemzeti Bank folyamatosan ajánlásokat ad ki a pénzintézetek számára, ami nyilvánvalóan vagy nem tartanak be, vagy nem épp ügyfélbarát intézkedések. Ilyen legutóbbi ajánlás, hogy a jegybanki és bankszövetségi ajánlás alapján elvárják, hogy a bankszektor tekintsen el az előtörlesztési, illetve szerződésmódosítási banki díjak felszámításától a moratóriumban résztvevő ügyfelek részére. Elvárják és nem kötelezik. Ebben az esetben is rendelkezhetett volna úgy a kormány, hogy kötelező legyen ennek a díjaknak a nem figyelembevétele és nem előírása. De nem tette meg ezt, hogy kötelező érvényt szerezzen ennek. Megjegyzendő, hogy a Mi Hazánk mozgalom közel egy éve követelte, hogy a különféle bankdíjakat, illetékeket a kormány minimalizálja, vagy adott esetben szüntesse is meg, törölje el azokat. Erre vonatkozólag a Magyar Nemzeti Bank szintén ajánlás formájában kötelezte a bankokat pár hónapja, hogy készítsen új számlacsomagokat, amelynek eredményét kételyek közt várom. Ezek a díjak és költsége megléte mellett akár 16-szor is többet fizethetnek a banki ügyfelek, mint amennyi egyébként szükséges lenne. A tranzakciós illeték és annak áthárítása miatt sokkal, akár legalább harmadával magasabbak a banki díjak, mint amekkora tranzakciós illeték nélkül egy versenyző piacon lennének. A Mi Hazánk mozgalom ezért szorgalmazza, hogy mielőbb ténylegesen sújtsanak le a háttérhatalom által vezérelt bankokra, és a különféle díjakat, költségeket minimalizálják, vagy kötelező érvénnyel töröljék el azokat mielőbb. Nem látszott sarcolásokat várunk el a magyar emberek pénzéből és nyomorából élősködők bankok ellen bevizetni. Nem a folyamatos ajánlások a megoldás erre, hanem tényleges eszközökkel kell fellépni ellenük mielőbb.